Yo soy Francisco Gallardo y veo NHL TV. Magyarország ellen négyszer is pályára léptem, az első meccsen 1976-ban. Ez volt az egyetlen egy mérkőzés, amit a magyarok megnyertek, pedig nagyon jól játszottunk azon a találkozón. Előtte megvertük a Szovjetuniót és Lengyelországot is, aztán kikaptunk a magyaroktól 2-0-ra, pedig jó teljesítményt nyújtottunk. A meccs után a játékvezető azt mondta, szerintem mi leszünk a világbajnokok. Persze Magyarország is kiválóan játszott, kemény mérkőzés volt. Aztán a következő évben Buenos Airesben találkoztunk ismét a magyar csapattal. Az volt éppen Diego Maradona bemutatkozó mérkőzése. 30 perccel a vége előtt állt be, jól ment nekünk a játék, 5-1-re nyertünk, ha jól emlékszem. Maradona 16 éves volt. Már akkor látszott, hogy zseni, a magyarok ellen kezdte legendás karrierét a csapatban. Jól emlékszem arra a találkozóra, aztán nem sokkal később a világbajnokságon csaptunk össze újra önökkel. Azon a mérkőzésen két magyar játékos is kiállított a játékvezető, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Törőcsik kapott először piros lapot, nagyszerű játékos, rendkívül gyors volt, szenvedélyesen játszott, bal szerencséjére állították ki. Szerintem Magyarországnak nem volt könnyű, de nekünk még nehezebb volt, mivel az első meccsünket játszottuk a hazai VB-n. Idegesek voltunk, hátrányba kerültünk, de aztán szerencsére sikerült fordítanunk. Nem emlékszem pontosan, miért kapott piros lapot a két magyar játékos, de a kiállítások a meccs végén történtek, úgyhogy már nem volt túl nagy jelentőségük. Az 1982-es világbajnokságon is játszottunk a magyarokkal, azon a mérkőzésen gólt is szereztem, Diego pedig duplázott. Az első csoportmeccsünket elbuktuk Belgium ellen, úgyhogy mindenképpen nyernünk kellett. Ez a találkozó volt a legjobb összecsapásunk azon a VB-n, Diego elképesztően teljesített. 4-1-re győztünk. Jelenleg edzőként nincs csapatom, ám ha jó ajánlatot kapok, elfogadom. Hívhatnak nyugodtan szövetségi kapitánynak Magyarországra, rendelkezésre állok. Nagyon szomorú, ami Magyarországgal történt az elmúlt időszakban. Amikor még mi játszottunk a magyarok ellen, a csapatuk ott volt a VB-n, jelentős erőt képviselt. Nyilasi Tibor nagyon jó futballista volt. Tudom, mert elég közel játszottunk egymáshoz a magyarok elleni meccseken, rendkívül elegáns futballista volt, számomra ő volt az akkori magyar válogatott legjobbja. Szóval szomorú, ami az önök labdarúgásával történik. Nem tudom, mi lehet az oka. Azzal tisztában vagyok, hogy a bajnokságok is gyengélkedik, pedig korábban kiváló klubcsapataik voltak. Újra kell építenünk a futballjukat, remélem sikerül. A jelenlegi argentin válogatott nagyon jó csapat. Esélyes a világbajnoki cím megnyerésére, de úgy hiszem négy válogatott közül kerül ki a győztes jövőre. Dél-Amerikából Argentína és Brazília, Európából pedig Spanyolország és Németország érhet fel a csúcsra. Ez a négy együttes különösen erős. Messi szereplése kulcsfontosságú a mieinknél, ő a világ legjobbja, és ha teljesen egészségesen érkezik Brazíliába, jó esélyünk van a világbajnoki címre. Együtt futballoztam Maradónával, amikor még csak 16 éves volt, de már akkor tudtam, ő lesz a legjobb. Biztos voltam benne, hogy senki sem múlhatja fel ő soha, nem jön még egy Maradona. Erre tessék, itt van Lionel Messi, nehéz lenne jobb teljesítményt nyújtani a bárkinek is, de ki tudja, egy nap jöhet egy nála jobb is. Oli.